A vesebetegségek sokáig nem okoznak tüneteket, és gyakran előfordul, hogy későn derül ki a baj. A késői felismerés következményeképp az ilyen problémával szenvedők sok esetben csak dialízissel tartatóak életben. A Győri Dialízis Központban egyszerre 29 vese elégtelenséggel szenvedő beteget tudnak kezelni. A dialízis kezelést átlagosan hetente 3 alkalommal kell elvégezni, és 4-5 órát vesz igénybe. A Vese Világnapja arra hívja fel az emberek figyelmét, hogy mennyire fontos ez a szervünk, odafigyeléssel, rendszeres szűréssel pedig általában megelőzhető, hogy komoly probléma alakuljon ki. A vesebetegségnek van 5 stádiuma, ami azért lassítható, kezelhető, gyógyítható. Ennek a felvilágosító világnapnak az egyik célja az, hogy felhívjuk a figyelmet, hogy ez a nagyon lappangó, alattomos betegség időben felfedezve kezelhető, gyógyítható. Annál is inkább, mert nem csak simán egy vesebetegségről van szó, hanem ez nagyon összefügg. Vérszegénységet okoz, kálcium-foszfor anyagcserezavart okoz, hidrogén eltéréseket okoz, savanyodást okoz, vérnyomás szabályzásban szerepe van. A vese problémák életkortól függetlenül gyakorlatilag bárkinél jelentkezhetnek, de vannak olyan betegségek, ami következményeként alakul ki, és sokan eleve veserendellenességgel születnek. A fiatal korosztályt inkább a vele született rendellenesség, vagy az immunológiai betegségek vezetik a vesebetegséghez, akár vese elégtelenséghez. Idősebb korban, a napjainkban, és ez egy európai és világ tendencia, vese elégtelenséget leggyakorabban az úgynevezett anyagcsere rendellenességek, többek között a cukorbetegség, vagy a nem jól beállított magas vérnyomás, vagy akár az érbetegség okozza, és ezért is nagyon fontos végül is a megelőzés, hogy ezt időben felfedezzük, mert időben felfedezve ennek az előremenetelének a sebessége, vagy akár a vese elégtelenség 5-ös már dialízis kezelést igénylő stádiumának az elérése megakadályozható lenne. A veséinkre tehát vigyáznunk kell. A rendszeres szűrések mellett fontos az átlagos napi 2 liter folyadék elfogyasztása, valamint az egészséges táplálkozás is.